Sziasztok! Most szombat este, 72 éves korában elhunyt Londonban a volt Nagy-Britániának a főrabbia, Rabbi Jákov Cvi, Jonathan Sacks főrabbi. Ő hosszú éveken keresztül volt a főrabbi, és nagyon-nagyon tehetséggel végezte a munkáját. Ő egy nagy tudású rabbi volt, és mély gondolkodású, nagyon sok érdekes könyvet írt. Emlékszem, az 1990-es években voltam egyszer egy rabbi konferenciában, én képviseltem akkor itt Magyarországot, és akkor ott volt a Sacks főrabbi, és ő volt ott az egyik vezető rabbiat ezen a konferencián, de mégis maradt időnk egy kicsit beszélgetni. Akkor láttad, én egy lubavicsi haszid vagyok, és akkor mesélte nekem, hogy fiatal korában ő is Kfar Chabadba tanult, és mennyire örül, és mennyire értékeli a haszid filozófiát, amit ő akkor tanult a Jössivában, nagyon kiegészíti az ő gondolkodásmódot. Szeretném elmondani egy szép gondolatot, amit hallottam tőle egy videóban. Valaki megkérdezte tőle, hogy Rabbi úr, tud-e valami újat mondani arról a híres kérdésről, amit a Talmud szerint már Mózes is feltette az Istennek, hogy miért van az a cádik verállaj? Hogy lehet az, hogy a cádik egy jámbor ember, látjunk, hogy az élete során sokat szórasz, és a baja, rossz a sorsa. Miért van ez? Az jobb könyve lényegében erről szól, hogy a jámbor embernek miért kell szenvednie. A rabbi úr azt mondta, hogy erről a kérdésről sokat újat nem tud mondani. Pár évvel később még egyszer találkoztak, és még egyszer rákérdezte a rabbi úrat. A rabbi úrnál talán tud már erről a kérdésről valamit mondani. Azt mondja, igen, sokat gondolkodtam erről a kérdésről, és szerintem az Isten nem engedi és nem akarja, hogy értsük, tudjuk megfejteni ezt a kérdést, mert az Isten azt akarja, hogy maradjon bennünk az a meggyőződés, hogy egy jámbor embernek kellett legyen jó a sorsa, és ne tudjuk ezt magyarázni, hogy miért van az, hogy rossz sorsa van. Ez kapcsolódik az a mondáshoz, amit az előző Lubavitcher Rebbe egyszer mondta a holokauszt után, hogy nem a mi feladatunk, hogy magyarázzuk, hogy hogy lehetett a holokauszt. Ez nem a mi feladatunk, bennünk kellett maradjon az a meggyőződés, hogy ez a holokauszt egy olyan dolog, amit nem lehetett volna. Legyen az ő emléke áldva, Zichrono Livracha. Köszönöm szépen!